Kevés népnek van annyi táj szépsége, kevésnek annyi érdekes őserejű eredetisége, kevés földön van annyi kincse a természetnek, mint a Székelyföldön. Ott áll ez bájainak, gyógyító erőinek, kincseinek minden csodájával. Így csábítgatta a turistákat Székelyföldre Hankó Vilmos, az Erdélyrészi Kárpát Egyesület nagy egyénisége, a Millennium alkalmából megjelent népszerűsítő kiadványában. Élve a meghívással, most a kincses Erdély legizgalmasabb, talpig Székely mészkő vonulatát, a Hagymás hegységet járja be a hazajáró. A csíki Alpoknak is becézett tájékot nevezhetnénk a Legek hegységének is. Hisz benne találjuk a Kárpátok legnagyobb szurdokvölgyét, lábai előtt hever a legmisztikusabb tó, és itt láthatjuk a legeredetibb sziklaformációkat is. A rendkívül változatos hegyvidéki táj egyre több természetrajongót vonz a hegységbe. Székelyföld messzeföldön híres látványosságának bebarangolását Ildomos Felcsík legnépesebb falujában, Csíkszentdomokoson kezdeni. A csaknem 700 méter magasan fekvő, közel 7000 lakosú színmagyar település az Olt folyó partján már hosszú évszázadok óta simul bele a nagyhagymás, alpesi hegytömbjei közé. Székely lakói minden vihar közt híven őrzik hagyományaikat. Van is honnan táplálkozniuk, hisz itt született Erdély nagypüspöke, Márton Áron, akinek szobra a központban köszönt ránk. Szervácius Tibor alkotása mellett több épület is őrzi a 20. századi Erdély egyik legkiemelkedőbb szellemi és lelki vezetőjének emlékét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Azt szeretnénk megtudni, hogy merre van Márton Áron szülőháza? Közír van. Itt támban vissza kell menni arra az utcasorra. Itt nem messze van, kb. 200 méter. Uh-huh. Az Ortvízén keresztül mentek. Ma már a templom melletti iskola épületében kialakított múzeumban is lehetőségünk nyílik megismerkedni Márton Áron példamutató életútjával. Az iskola eredeti felirata is fenn van még. Az iskolában épp kicsöngettek. Az udvaron a szünetben hatalmas gyerek zsivaj fogad. Eszünkbe ötlik egykoron talán éppen itt szaladgált, mint kis parasztfiú Márton Áronka is. És ki tudja, tám most is ezek között a vidám gyerekek között rúgják a bőrt a jövő Márton Áronai, az erdélyi magyar megmaradás zálogai. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kenyeres Oszkerről! Pinte János! Isten hozta Csibi László! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ezt ma másképpen szeretem. Jó. Na, na, melyik fogja? Hol rúgjon még? Jó! Erdélyben a magyarságnak nincsenek jogai, de kötelessége annál inkább. Ezt mondta Márton Áron, aki a legvészterhesebb korszakban, a 20. század közepén volt Erdély védelmező püspöke. Üzenetértékű életét Csibi László, a falu plébánosa tolmácsolja nekünk. Mit jelent a székelységnek Márton Áron? Márton Áron, hát az előbb is úgy tárgyaltunk róla, nagyon egyszerűen fogalmazok, ahogy ő szokott tőmondatokban, kitartást és becsületességet. Ugyanakkor hitet, mert a végrendeletében úgy nagyjából benne van, hogy a hitet akartam örökségűre rátok hagyni. Tehát akinek hite van, az tud küzdeni is. A mi életünk pedig küzdelem nélkül nem megy. És ez az örökség, ez még ma is él? Hát... Mennyire viszik a mostani emberek? Mondom, székelyül. Villegetik. Uh-huh.
millegetik. Nagyon sokan szeretik Márton Áron püspök atyának a műveit idézgetni, de sajnos nagyon sokan nem nőttek fel hozzá. Tehát őt nem idézni kell, hanem a szellemét kell tovább követni. Napnyugtáig hallgatnánk még a plébános tanulságos szavait, de indulnunk kell. Ma ide megyünk. Ez az öcsém, ugye, és ez az egyeskő? Igen, az öcsém, ez a hegyvonulat, tehát az egyeskőtől jobbra. És az erdő felé eső rész, az a nagyhagymás. Ma azt hiszem, ez egyeskőt fogjuk meghódítani, és az öcsémet, ez holnapi program. A nagyhagymás meghódítása. Mondjuk, hogy én azt hiszem, hogy kicsit időszűkében van. Nem, de gyakorlottak, gyorsan hogy... szedjük a lábát. Igen, jó. Ha elindulsz végre, mindig csak keletre tarts. Sohasem nyugatnak, s ne félj, hogyha... Szentdomokosról az Oltot követve a legendás folyó egyre szűkülő völgyében közeledünk a nagyhagymás mészkőhegység felé. A falu határában hamar nevezetes helyre érünk. Nézd, itt a pásztorbükk. A pásztorbükk alatt visz utunk, ahol az úr 1599. évében brutális politikai gyilkosság borzolta a kedélyeket. A tetőn gyilkolták meg az Olávajda által felbérelt székelyek, Bátori András bíborost, erdélyi fejedelmet. Balánbánya alatt a Gálkút patak torkolatánál köszönünk el az Olttól, és hagyjuk ott végre a megyei főutat. Szóval itt vagyunk Balánbányán, itt feljövünk a Tibék patak völgyen az Ördöghágóhoz. Az Ördöghágóból felmegyünk a piros jelzéssel a Terkőre, a Terkőről tovább megyünk az Öcsém tetőre, aztán tovább az Ördögmalomhoz, itt az Ördögmalom alatta, és úgy érkezünk meg a továbbra is a piroson az egyeskői menedékházhoz, ahol eltöltjük az éjszakát. Jól nézem, akkor ez a házig egy 10-11-2 kilométer, és legalább lesz egy olyan 6-700 szint is. Átbújva a székely kapu alatt belépünk a hagymás, fenyvesekkel vadregényes csodavilágába. A Tibék patak menti erdőben ívelünk hosszan felfelé, a főgerincet jelentő Ördöghágó irányába. 1000 méter fölé érve az árnyékosabb oldalakban az idei első hó egyre vastagabb maradványait tapossuk. Ez ma a Kárpátok főgerince. Végre felértünk ide is. Terkőnyereg. Háttérben látszódik már a Hargita gerince. Előtte meg itt a görgényi havasok. Ez meg már maga nagy hagymás gerinc. A tisztáson körbenézve itt is ott is nyári szállások, esztenák figyelnek. Innen a főgerincet követve a piros sávjelzésen, mintegy 2 órás gerinc túra vár ránk az egyeskő menedékházig. Most már lassan föl kell érni az öcsém tetőre. Öcsém! Agyamat eldobom. Nagyjából félúton már messziről szembeötlik a hegység egyik legismertebb, Tarfejű mészhegye, az 1707 méteres Öcsém tető. Izzadságos megmászása nagyszerű verőfényes panorámával kárpótol. A csúcson 2010-ben a gyergyói hegymászó Tóth Károly állított 4 méteres keresztet a hegyi mentők segítségével. Tövében a környék csúcsaira jellemző csúcskönyvvel találkozunk, ahová az erre járók bejegyezhetik gondolataikat.
Az öcsém után ritkás erdők és hullámzó végtelen tisztások váltják egymást a gerincen. Ahogy közelebb érünk, egyre robosztusabb képet mutat az ördögmalom, mely, mint a székelyek oly sok természeti értéke, legendával is rendelkezik. Eszerint egy itt élő pásztor azzal ijesztgette az ördögöt, hogy ha nem örli le a kalibája mögötti követ, kifüstöli őt a pokolból. Szegény jó ördög azóta is csak örli és örli a sziklát, megállás nélkül, míg a pásztornak már se híre, se hamva. Mi is jobbnak látjuk elkerülni az örlődő sziklákat, s alig kerül mögénk az ördögmalom, a fák között már is feltűnik a minden irányból más arcát mutató, mégis összetéveszthetetlen sziklatorony, az egyeskő. A környék jelképének is nevezhető 1608 méter magas kőkatedrális tövében takaros menedékház áll. Isten hozott titeket! Kenyeres Oszkár. Zrínyi István Miklós vagyok. Itt beszéltünk meg találkozót az Erdélyi Kárpát Egyesület gyertyúi osztályának tagjaival. Örök székely szokás szerint egy kis kokolyza pálinka. Köszönöm szépen. Egészségetekre. Zrínyi Istvánnal és Tóber Józseffel a tervek szerint másnap közösen járjuk majd végig a Hagymásgerinc északi szakaszát. Az éjszakát az 1932-ben több turistaút találkozási pontjánál épült egyeskő menedékházban töltjük el. Hála az üzemeltetőknek, Gál Zoltánnak és Arankának, akik szépen helyrehozták a természet és a történelem viharaiban erősen megdúvadt épületet. Na, megérkeztünk. Hála Istennek! Nagyon elfáradtatok-e? Nem, semmi. Kicsit. De szép nagyon a környék. Medve jár-e? Mert látom nyomokat. Olyan, meg látogat. Integetük, hozzuk kicsi mézet neki, odaadjuk, elmenj, menjünk vissza. Tényleg így? Hát muszáj barátkozni, mert egyszerűen az ágyba utala, akkor szépen felvédeztem. Már csábítóan fortyog a kondérban a vacsora, de mielőtt még lemegy a nap, nézzünk körül a fellegeket karcoló egyeskőnél. Mert mint Orbán Balázs mondja, ennél meglepőbb, nagyszerűbb sziklacsoportozatot képzelni alig lehet. A menedékház fölött a naplementében megelevenedni látjuk Sík Sándor versét a környék csúcsairól. A hagymás üzen az öcsémnek. Az öcsém felel a hagymásnak. Mit üzenhetnek egymásnak? Közepettük a négy ágú, kőkoronával ékes fő. Egyedül áll az egyeskő. A hagymás mondja, légy velem, az öcsém bíztat, kegyelem. Az egyeskő semmit sem mond. Feje körül az úr lelke borong. Hovellé, megyek legföldülre. Nem rossz. Ide be. Ennyim lesz akkor itt fölött, jó? Jó van. Szabad. Jó estét. Készen jön a vacsora. Megyünk is, köszönjük szépen. Vízsi vagy. Tessék parancsolni, hozzák a fűszert. Így van, én meg ígérszem, hogy töltök egy pohár. Asztalhoz nem lehet eljutni egy pohár nélkül. És a csontra egészséged. A csontra, ami maradt az üstbe. Hát majd a medvéknek kirakjuk. Felépítettük ezt a gyergyőjekét, és több mint 170 tagja van a gyergyőjekének jelenleg. Nekünk bele kell húzni. Évente, mit mondjak, olyan 40-45 túránk van. Majd minden hétvégén van. Így van. Én szerintem ez az egész természet és ez az egész itt lévő jelenség az egy újraírandó regény. Tehát ezt mind, nem lehet azt ugyanazt leírni. Ezt mindig újra kellene írni, és mindig más és más formába. Hajnalban nem bírunk magunkkal, és úgy döntünk, meglepjük az álmából ébredező egyeskőt. Visszatérve a házhoz, Csíkszentdomokosi erdészekkel találkozunk.
Gyakran járnak fel ide, hozzájuk tartoznak ugyanis a környék dús erdei. Sihúsz sokat láttál el? Sihúsz láttam kétszer, de mondom, feketere tartom anyja. Itt lent? Nem, egészen kicsit arra van. Marosforrás. Marosforrás. Hogy fokozzuk a turisztikai élvezeteket, az Egyeskő menedékháztól lóval vesszük célba a Nagyhagymás csúcsát. Ekés barátaink gyalogszerrel tartanak velünk. Viszlát! Sziasztok! Köszönünk mindent, Aranka! Köszönjük mindent! Névadó egyben legmagasabb csúcsa, az 1792 méter magas Nagyhagymás tetején is a gyergyóiak által állított kereszt fogad. Innen pazar körkilátás nyílik a kiszélesedő Főgerinc platójára. Alattunk a szikla leszakadások szédítő mélységei, a távolban a szomszédos hegyek vonzzák tekintetünket. Az már a sípos kő. Tehát ott előtt a Maros, itt meg a Zolt. Igen, igen. És a délhegy látszik, tehát az a délhegy. A száraz Vápa nyiladékában ereszkedünk le a méltán híres Fehérmező végtelennek tűnő fennsíkjára. A közel 1500 méteren elterpeszkedő hatalmas havasi legelőn a télidőre elhagyott pásztorszállások kísérteties képet mutatnak. Egyetek hagymát, hogy piros legyen az arcotok. Nekem is hagyjatok. A patkókő és a fekete hagymás ölelésében az alsó Fehérmezőn fogyasztjuk el ebédünket. Itt szemben velünk a fekete hagymáson az a kis rész, kopár részt, úgy hívják, hogy a boszorkányok erdeje. Nem lehet tudni, hogy mitől száradt ki ott a sok növény, fa, nagyon vadregényes. Az Alsó-Fehérmező egyébként több fontos turista útvonal csomópontja. Innen letérünk a Főgerincről, és a kék pontjelzésen folytatjuk utunkat a Gyilkostó irányába. Teljesen úgy az erdő széléni körbe, az erdő szélén megy a Nemzeti Park határa. Éjszak felé haladunk, a csúcsról még oly távolinak tűnő felhők közé érünk. A látási viszonyokon nem segít az sem, hogy addig ámultunk és bámultunk a gerincen, hogy közben szép csendben a nap is lenyugodott. Mennyi van kb. A tóig?
10 perc. 10 perc még? 10 perc, bent 10 vagyunk. Perc. Hosszú ereszkedés után aztán korom sötétben érünk le másnapi úti célunkhoz, a gyilkostóhoz. Másnap Székelyföld egyik legnevezetesebb és a főút miatt leglátogatottabb állóvize. A gyilkostó partján csatlakozik túracsapatunkhoz a gyergyói Eke alelnöke, Benedek Árpád is. Az eredetileg Verestónak nevezett torlasztó mai nevét valószínűleg szülőatjáról, a gyilkos havasról kapta. A néhol 10 méter mélységet is elérő híres neves természeti ritkaság ugyanis egy hegyomlás következtében jött létre 174 évvel ezelőtt. Itt a hátunk mögött van a gyilkos hegy, amelyik 1837-ben a sok esőzést, az esőzések miatt talaj meglazult és megindult. Az csúszott le, az zárt el a kisbékás patakát. Itt volt keresztül, ugye lezárta, és így keletkezett a tó. Hát itt sűrű erdő, úgy képzeljétek igen. El, hogy az egész ilyen, ami lejöttünk az este. Ami látszik, amit láthatok, olyan, azért becsúszott, és annak a maradványa, igen. Ez a hivatalos verzió, de természetesen van a tónak egy tucat legendája is. Az egyik egy csodaszép gyergyói lányról, Fazekas Eszterről szól, akit egy zsiványvezér elrabolt és arra próbált kényszeríteni, hogy legyen a felesége. Eszter a néma szemtanúkhoz, a hegyekhez kiáltott segítségért, akik megértették Sikolyát és eget-földet rázó mennydörgéssel válaszoltak. Hatalmas robajjal óriási szikladarabok zuhantak a mélybe, és az iszonyatos földindulás maga alá temetett mindent. A lányt, a zsiványt, sőt még a pásztort is nyájastól, aki a szembe levő hegyoldalban legeltetett. A keskeny völgy helyén tó keletkezett, amelynek vizéből máig is kiállnak a fenyőerdő maradványai. Így lett a hegy halálából az életvize. A sejtelmes kötfelhő miatt most sajnos nem láthatjuk a tó fölé emelkedő 1000 métert is meghaladó sziklacsúcsokat. Közülük a legnevezetesebb, a kis cohárd is elbújt előlünk. A szemerkélő esőben le is mondunk a megmászásáról. Inkább a másik neves természeti ritkaság, a főúton minden időben jól járható Békásszoros felé vesszük az irányt. A kőkapun lépünk be az óriások birodalmába. Innen a legszebb az oltárkő, ám sziklatornya most szemérmesen felhőbe burkolózott. A kis szerpentinen lesétálva túravezetőink tanácsára, az oltárkő nyugati oldalán szaladó lapospatak szurdokába ereszkedünk. Ez tehát a lapos kanyon? Igen, ez a lapos. Körülbelül olyan 2 kilométer hosszú. Általában július-augusztusban járjuk, mert akkor a víz elviselhető. Az őszi hidegben nem lenne jó átázni. Így most csak a patak alsóbb szakaszait kapjuk lencse végre. Most viszont térjünk vissza a Békásszorosba. A Békáspatak gondolt egyet, és ezen a szakaszon évezredeken át tartó szorgos munkával a Kárpátok legimpozánsabb szorosát vájta ki a mészkő tömegben. Nekünk pedig csak annyi a dolgunk, hogy végig sétáljunk a néhol függőlegesnek tűnő 2-300 méteres sziklafalak alatt, és kalapot emeljünk a remek mű előtt. A nagy szerpentínen leereszkedve a pokol kapuján belépünk a szoros legmonumentálisabb részébe. Azon a helyen, ahol a kisbékás eléri nagy testvérét, egy félbehagyott, gazzal benőtt hídra leszünk figyelmesek. Itt, ami nálunk, az a magyar világban épült, ez a épült híd. Ezt szervezték, hogy összeköti Moldovát Erdéllyel, mert itt egy ösvény vezetett csak végig, és akkor készítették az építkezést. Hogy ösvényt fognak csinálni, de abban maradt, mert újra jött a román világ, és kereskedelmi ne kommentáljam. Útnak? Kereskedelmi útnak, igen, annak tervezték. Az úgynevezett magyarok hídját a II. Világháború idején a magyar hadsereg kezdte kiépíteni. Ám Erdély eleste miatt már nem sikerült befejezniük. És itt is vagyunk a Békásszoros kijáratánál, a legszűkebb részeként számon tartott pokoltorkánál. Innen, ha tovább követnénk a fürgén szaladó Békáspatakot, el is hagynánk történelmi hazánk keleti bástyáját, Erdélyországot,
és Moldvába jutnánk. A keleti végekre érve a hazajáró már igazolva látja Hankó Vilmos szavait, melyek szerint az is ajánlatossá teszi ifjainknak a hazai földön, mondjuk a Székelyföldön való utazást, hogy azok megtanítják őket szeretni a természetet, szeretni a hazaföldjét és népét az ő egyszerű erkölcseivel. Aki nem hiszi, járjon utána!